Williams Televízió. Üdvözlöm Önöket! A Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorát látják, röviden műsorunk tartalmából. Vecsési aktuális. Megkezdődött a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése. Kultúra. Színes programokat kínál a Bálint Ágnes Kulturális Központ. Nosztalgia. Megalakult a Vecsési Rock Club. Imádság. Vecsésvárosért szólt az imádság a rózsafüzér meneten. Minden szentek. November 1-én 16 órakor lesz az ökumenikus istentisztelet a temetőben. Mécsesek. Az ünnepek alatt meghosszabbított nyitvatartás lesz a temetőkben. Névjegy. Bemutatjuk Gólyer Zsuzsa polgári búcsúztatót. Box. Újabb bajnoki érmeket szereztek a vecsési ökölvívók. Vecsésváros önkormányzata tisztelettel meghívja önt és családját az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc kitörésének 60. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre. A rendezvény október 23-án a Szent István téren 17 órakor kezdődik. A műsort a Vad Társulat adja, az ünnepi beszédet Szlahó Csaba polgármester mondja. A Vecsési Járási Hivatal tájékoztatja tisztelt ügyfeleket, hogy a november 1-i ünnepnap miatt október 31-én módosul az ügyfélfogadási rend. A hatósági és gyámügyi osztály a kormányablak, illetve az okmányiroda nyitvatartásáról pontos tájékoztatást olvashatnak a város hivatalos honlapján a www.vecses.hu oldalon. Vecsésváros önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2017-es évre is kírja a felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó fiatalok számára a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot. A pályázatot az EPER Burza rendszerben történő regisztráció és a pályázati űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani a megjelölt kötelező mellékletekkel együtt. Megkezdődött a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése. Jelenleg a fűtő-hűtőrendszer kialakítását végzik, de a tervek szerint sor kerül majd a nyílászárók és a tetőszerkezet cseréjére is. A városban a legleromlottabb állapotú épületünk talán a polgármesteri hivatal, és egyrészt a város központ felújítása után már időszerű lenne ezt is rendbe hozni, másrésztről pedig energetikai pályázatokat lehetett beadni, és így a kellemest a hasznossal összekötve elhatározta a képviselőtestület, hogy felújítjuk a polgármesteri hivatal épületét is. Ugye az Annás iskolával most már végeztek, ami az első ütemet illeti, tehát gyakorlatilag a gépészetet kicserélték, most már hál' Istennek be is üzemelték. Elkallódott ott a papír a gáz, a tigáznál, és ezért 3 napot szüneteltetni kellett a tanítást, mert olyan hideg idő jött, hogy ebben már fűtés nélkül nem lehetett meglenni, úgyhogy a szülőktől ezúton is elnézést kérünk. De nézve a jó oldalát, ugye a gyerekeknek pedig szereztünk 3 jó napot, mert tudom, hogy ez nem olyan vicces, de tomboló örömmel fogadták ezt a hírt. Nyilván a szülők részéről ez már kevésbé volt örömteli, de minden esetre most már az rendben van. Tehát visszatérve a lényegre, a polgármesteri hivatalban is megkezdődött az épület gépészetnek a teljes kicserélése igazából. Egy VRV rendszer kerül beszerelésre, amely gyakorlatilag elektromos hálózatról működik, amely hűt és fűt egyben. A gáz teljesen kiiktatásra kerül majd, hogyha ez a rendszer kiépül, és továbblépési lehetőség ennek a rendszernek, ugye elég energiatakarékos, másrésztről pedig továbblépési lehetőség a napelem felszerelése, amelyre egyébként pályáztunk is. Tehát most az önerős beruházásokat végezzük, előkészítjük a külső szigetelés, illetve a nyílászáróknak a kicserélését. Nyilván először ugye a benti munkálatokat szeretnénk befejezni. Ez így volt az András iskola esetében, és így van most a polgármesteri hivatal esetében is. Itt 4 vállalkozó adta be a pályázatát a nyílt közbeszerzési eljáráson, gyakorlatilag egy győztest kellett hirdetnünk, eredményes és győztes pályázót, aki meg is kezdte a munkálatokat,
egy hete, gyakorlatilag a hétvégén, inkább így mondom, a hétvégén elkezdte a teljes felújítást. Nagyon sok emberrel érkezett, mert kértük, hogy a munka zavartalansága érdekében próbálják koncentrálni a munkát, hogy minden helységben inkább egyszerre cseréljék ki a rendszereket, ne pedig folyamatosan hónapokig itt fúrjanak, faragjanak, mert nem tudjuk bezárni a házat, igazából csak hétvégén. Úgyhogy most ezt a logisztikát kell nekünk is megszervezni, össze kellett pakolni ugye az irodákat, szét kellett húzni az összes kábelt, rendszert, stb. Tehát leállás volt egy két napra, de időnként most is gyakorlatilag van, amikor nem tudjuk üzemeltetni a hálózatunkat, illetve hát a számítógépeket, mert gyakorlatilag valami olyan munka van, ami miatt ezt ki kell kapcsolni. Azt ígérték, hogy két hét alatt ők végeznek, tehát hétközben csak kisebb munkálatokat, vezetékezést csinálnak, és amikor hétvégén át tudjuk adni a teljes területet, akkor nekiesnek, és azokat a munkálatokat szervezik, ami a nagyobb fúrás-faragást igényel, ezeknek a beltéri egységeknek a fölhelyezését, a csövezését, vezetékelését most végzik. Tehát gyakorlatilag úgy gondolom, hogy egy hónap alatt végezni fognak. Miután ez megtörténik, hogy a gépeket elhelyezik, amelyek mind ilyen központi egységek, és a álmennyezet kerül felszerelésre, és az álmennyezet fölött pedig el fogják csatornákon vinni a meleg levegőt, tehát az fogja működtetni itt az egész rendszert, ezek a központi egységek, és az álmennyezet beszerelése együtt jár majd az elektromos hálózat kicserélésével és az elektromos világító testeknek a felújításával. Természetesen érinti a felújítás a polgármesteri hivatal dísztermét, ahol a házasságkötések mennek, azt is teljesen felújítjuk, egy teljesen új, modern házasságkötőterem lesz, egy tanácsterem, ahogy tetszik, ki honnan nézi, tehát ezt is meg fogjuk újítani, és azt várjuk végre, hogy a beadott pályázatot, amit nyáron akartak elbírálni, azt végre elbírálják, és remélem, hogy pozitív értelemben bírálják el, és nyerni fogunk 250 millió forintot, amiből be tudjuk fejezni aztán azokat a munkákat, ami még hátra van, az András iskolába is, és a polgármesteri hivatalba is. Ebben a fűtési szezonban már ez az új hőbefúvásos rendszer fog működni, avagy még a gáz? Nem, ez a rendszer kell, hogy működjön, tehát gyakorlatilag a felszerelés után ezt beüzemelik, és nyilván utána lehet majd csak a gázt egyébként levágni, úgymond, és megszüntetni a gázellátást, hogyha fölöslegessé válik, de úgy tervezzük, hogy ezt most már decembertől mindenképpen tudjuk használni. Tervbe van-e véve a tetőszerkezet cseréje? Természetesen, hát a tetőnk az borzalmas állapotban, nem csak azért, mert palából van, és vagy 40 éves, hanem maga a tartószerkezet, a faszerkezet is hát omlásveszélyes gyakorlatilag, és 35 vödör van fönn a plafonon, beházik az épület minden porcikájába. Ezt egyébként önerőből kell megújítanunk. Ezt szerintem jövő tavasszal fogjuk tudni megcsinálni ezt a munkát. Ez nyilván ez a látványosabb része lesz majd mindenki számára, aki erre eljön. És akkor, ha a tető megújul, az épület szigetelést kap, új nyilázárokat kap, akkor méltó lesz a városközponthoz maga az épületünk is, mert most nagyon kilóg a városképi szempontból is, meg minden szempontból is, tehát egyébként teljesen elavult mindenünk. Az én irodám is rendszeresen beázik, nem csak a tető felől kapjuk a vizet, hanem az a nyilázárok felől is, tehát nagyon időszerű volt már, hogy ezt kicseréljük és megújítsuk. Ugyanakkor az épület egy része már a járási hivatal birtokába került, ugye ők végzik ott a tevékenységüket, ennek ellenére ez a felújítási munkálat érinti az épületnek azt a részét is? Természetesen. Mi kértük a Pest megyei kormányhivatalt, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a felújítási munkálatokhoz, hiszen gyakorlatilag ennek a hasznát ők fogják élvezni, ők is fogják élvezni, de azt a levelet kaptuk, azt a választ, hogy ők anyagilag nem tudnak hozzájárulni, de megengedik, hogy mi ezt felújítsuk. Tehát gyakorlatilag nem volt pénzük arra, hogy beszálljanak, de hát fél munkát nem jó végezni, és hát ha egyszer egy másik épületbe költözik a járási hivatal, és akkor úgyis ránk marad ez a feladat. Tehát ennek megfelelően mi ezt most meg fogjuk csinálni a saját pénzünkből. Hát nyilván ott is vecsési emberek ügyeit intézik, tehát ebből a szempontból majdnem mindegy, de hát én azt gondolom, hogy egy kis pénzzel azért hozzájárulhattak volna egy ilyen komplex felújításhoz, ha már ugye ide költöztek be, és nekünk egyébként azért, mert ők itt vannak, és tehát egyszerűen a vagyongazdálkodási osztályunkat például ki kellett helyezni egy külsős helyszínre, amiért mi bérleti díjat fizetünk. Tehát vannak ezzel problémáink.
de nem a Vecsési Járási Hivatal tehet erről igazából, hanem ugye központi forrásból gazdálkodnak, és hogyha nem adnak a központi forrásból, akkor ők se tudnak mit mondani. Tehát Tarnay úrhoz írtuk a levelet, egyelőre nem tudtak hozzájárulni. Úgy gondoltuk, hogy a testület úgy gondolta, hogy ennek ellenére azt is felújítjuk, úgyhogy gyakorlatilag itt tartunk, és a munkák folyamatosan zajlanak. Elég jó ütemben, nagyon sok emberrel vonultak fel hétvégén, én megnéztem, hogy hogy mind dolgoznak, bejöttem vasárnap is, tehát nagyon sokan voltak, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon hatékony a kivitelező. Hogyha minden ideális esetben a tervek szerint halad, akkor mikorra állhat itt egy megújult polgármesteri hivatal épület? Hát én azt gondolom, hogy jövő őszre megújulhat a polgármesteri hivatal. Nagyon szeretném, hogy ez pályázati pénzből is történjen. Tehát egyedül az késleltethet bennünket, hogyha a pályázat ugye esetleg nem nyer, akkor egy következő fordulót kell beadnunk, mert azt gondolom, hogy azért jó lenne, hogyha ezt a több százmillió forintot ide tudnánk hozni. Én úgy vagyok vele, hogy elkezdtük a munkálatokat, mert ezt mindenképpen meg akarjuk csinálni. Ezt a két intézményt nem akartuk tovább ebbe az állapotába hagyni, tehát nem akartuk a felújításokat halogatni. Ez igaz az András iskolára is, és igaz a polgármesteri hivatalra is. Ez lógott ki most, ez a kettő a legjobban a sorból, és úgy érzem, hogy ezt mindenképpen kötelességünk volt végre rendezni. Mind a kettőnek megvan az alapos indoka. Történelmi filmvetítés, koncertek, színház, Duma Színház. A Bálint Ágnes Kulturális Központ sokszínű programjait az intézmény igazgatója ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Rögtön október 23-án lesz egy pódium beszélgetésünk az 56 csepp vér című film kapcsán. Serez Zoltán és Palcsó Tamás lesz a vendégünk, akik a pódium beszélgetést tartják majd. Hát reméljük, hogy kiderülnek olyan részletek is, hogy e forradalom kapcsán ők hogyan élték meg ezt a, már nem a forradalmat, hanem ennek a mondani valóját. Hát jöjjön el mindenki, akit ez érdekel, rögtön a városi ünnepség után kezdünk. Kifejezetten az 56-os forradalom évfordulójához ugyan nem kapcsolódik a következő színházi előadásunk, a Kijön az ország. Én azt gondolom, hogy a szabadság, az identitás kapcsán azt gondolhatjuk, hogy akár kapcsolódhat is. Jöjjenek el, nézzék meg a színdarabunkat is, ez október 27-én 13 órakor lesz. És ugye a színházi programokkal egy picit tovább menjünk és gördítsük, ugye a bérleti előadásunk első eladása a Pasika Pácban, reméljük, hogy kimásztak ebből a pácból a pasik, és folytatódik a férfinői kapcsolatokat bemutató, hát hogy is mondjam, sorozatunk, melynek következő állomása a Nejem a neten. Na, nem az én Nejemről van szó természetesen, Magyar Attila és Nyertes Zsuzsa tolmácsolásában látjuk majd a fantasztikus, fergeteges vígjátékot, és kiderül, hogy hogyan kerülnek a nejek a netre. És hogy tovább gördítsük-e gondolatsort, itt lesz nálunk és Rómeó és Júlia is, Nagy Kálóczi Eszter és Rudolf Péter tolmácsolásában láthatjuk majd fantasztikus klasszikust Shakespeare tollából, és picikét átgondolva. És úgy azokat sem hagyjuk cserben, akik koncertre vágynak, rögtön október 21-én a Nangszazol és a Carter című zenekar lesz itt nálunk. Jártok már nálunk, és akkor is egy fantasztikus koncertet adtak. A Csík zenekar is járt már nálunk, akár többször is, azt kell, hogy mondjam, és ők is nagyszerű koncertet adtak, és ismét ellátogatnak hozzánk, hozzák az új és régi dalaikat. Ez november 5-én, kicsit nézem a papíromat, november 5-én lesz. December 23-án az Írmafia látogat el hozzánk. Ez lesz klubkoncertünk utolsó állomása, utolsó koncertje. 10 éves maga a zenekar, és rengeteg fantasztikus helyszín után ellátogatnak ide Vecsésre is. És hogy el ne felejtsen mondani, december 3-án a Tankcsapda is itt lesz Vecsésen, egy fantasztikus, óriási nagy koncertet fog adni. Hát ide is várunk nagy szeretettel mindenkit. És hogy egy picikét még tovább folytassuk-e sort, hát lesz Duma Színházunk is, aki szeret dumálni, vagy nem is, mindenféle színházba járni, és szereti a Duma Színházat is. Kőhalmi Zoltán és Hajdu Balázs, hát fantasztikus kettősére hívnám fel a figyelmét. November 19-én, 19 órakor kezdődik e programunk. És azt gondoltuk, hogy az irodalomnak más gondolatait is, más vetületeit is mutassuk meg a nagy közönségnek, felolvasó esteket is tartunk majd.
emigrációban élő vagy élt íróink, költőink szólalnak majd meg olyan nagyszerű művészek tolmácsolásában, mint Gregor Bernadett, Magyar Attila, Szakó Ádám, akik majd felelevenítik azokat az írókat, költőket, mint például Márai Sándor, Ajtony Árpád vagy Fejtő Ferenc munkáit. Hát ide is nagy szeretettel várunk mindenkit. Nézzék meg a honlapunkat, mert hogy rengeteg más és fantasztikus program is rajta van. December bővelkedik ünnepekben, az ünnepekre hogyan készülnek majd? Hát igen, a mindenki karácsonya, ami egyébként egy nagyvárosi ünnep, erre is én azt gondolom, hogy készülünk, itt lesz majd a VHZ-nak egy fantasztikus koncertje, úgyhogy elég sok olyan dolog lesz majd benne a házban, ami hát én azt gondolom, hogy a téli és téli ünnepkört idézi majd meg. Útnak indul-e majd a városi Mikulás? Hát majdnem elfelejtettem. Természetesen ismét írtunk a Lapföldi Mikulásnak egy levelet, hogy jöjjön el, és a vecsési gyerekeket látogassa meg, és hát természetesen a jó gyerekeket ajándékozza is meg. Megalakult a vecsési rockklub. Az új kezdeményezés többek között azért jött létre, hogy a régi rock legendák szerelmesei a közös zenehallgatás mellett táncolhassanak, nosztalgiázhassanak és beszélgethessenek. A rockklubban első alkalommal a Dinosaurus Band adott elő régi slágereket. Kik álmodták meg ezt a klubot? Hát október elején megalakítottuk a vecsési rockklubot. Hozzá kell tennem, ez nem olyan fajta rockklub, mint a hagyományos rockklubok, meg ilyen nosztalgia klubok, hanem kimondottan a 60-as, 70-es években játszó zenekaroknak a zenéjével, és ezeknek a zenének a ápolásával alakult meg ez a klub. Szeretnénk, ha ezeket a zenéket fel tudnánk elevíteni, és a klub életén belül táncos rendezvényekkel tudnánk ide csalni az ide látogatókat és a nosztalgiázókat. A klubnak másik célja, hogy egy hónapban egyszer lenne egy ilyen klub foglalkozás, ahol olyan vendégeket hívnánk meg, akik nagyon sokat tettek a magyar rockzenéért, tehát nem csak a vecsés rockzenéje, hanem az ország rockzenéjéért. Vele lenne egy ilyen 15-20 perces beszélgetés, majd esetleg, ha ő esetleg szeretne előadni egy produkciót, akkor lehet módja, és utána meg egy táncos rendezvény lenne, amivel ugyancsak felévítenünk a régi 60-70-es évek zenéjét, tehát a Beatles, Rolling Stones, Shadows és azokat a hangulatos zenéket, amiket annak idején mi is táncoltunk. Miért is jött létre ez a rockklub? A 60-as, 70-es években vecsésen nagyon sok rockzenekar működött, sokan nem tudják, tehát mondhatnánk, hogy ez is egy hagyomány vecsésnek, tehát egy színfoltja volt. Ha belegondolok, a Sinus együttes, a Serpentine együttes, a Gogi 73, a Dinosaurus Band, a Glatz együttes, tehát nyelves zenekarok működtek abban az időben, és egyszerre zenéltek a művelési házba, az akkori pártházba, a szabadtéri színpadon, és mindenhol teltház volt, és az oda látogató közönség nagy örömére. De ezeket a hangokat szeretnénk visszahozni, és ezeket a dolgokat szeretnénk ápolni. Én úgy érzem, hogy elérkezett az az időszak, amikor az egy generáció felnőtt, és valami igény merül fel ennek a klubnak a létrehozásával, és ezért is többen megkerestek engem is személy szerint, és a kollégáimat is. Mondhatnám azt, hogy kollégák, hisz a vezetőségi tagban olyan emberek vannak, akik sokat tettek a vecsési rockzenéért, zenészek, költők, írók, szövegírók, politikusok, és nekik köszönhetjük, hogy létrejött ez a klub. Szeretném, ha minél többen csatlakoznának ehhez a klubhoz. Ahogy így felvázolta, hogy nem a mai rockzenét játsszák elsősorban majd ebben a klubban, ez azt is egy kicsit előrevetíti, hogy itt nem feltétlenül a 10-20 éves korosztály fog majd megmutatkozni, vagy éppen táncolni, bár természetesen az sem kizárt, hogy ők is oda mennek, hanem inkább elsősorban az örök ifjú, régi rockereket szólítanák meg. Hát én régóta muzsikálok, tehát több mint 40 éve ezen a pályán vagyok, mint amatőrként zenélek, és hát több zenekarban is megfordultam, és több zenekarom is van jelen pillanatban. Nagyon sok zenész kollégával, és nagyon sok rajongóval idézővel találkozok, és úgy veszem észre, hogy nincsen korosztály. Tehát a rockzenében nincsen korosztály, a picitől kezdve, az óvodásoktól kezdve egészen a felnőtt kori. Mondok egy példát, valaminek dolgoztam egyik vidéken, és egyik oldalba mentem forgatni, és egy kisgyerek mondta: Nini, itt a Dino bácsi. Tehát nem azért, mert Dino vagyok, hanem azért, mert az egyik zenekarnak a neve Dinosaurus Band. Tehát ő is látta, és
Én beszélgettem az óvodás kisgyerekkel, és neki tetszik ez a zene. Tehát nem csak a kupikék, törpikék, hanem a rockzenét is hallgatja az óvodás. Tehát én úgy gondolom, hogy most nem óvodásnak kell jönni erre a klubba, de nagyon sok fiatal szereti a jó rockzenét, a dallamos rockzenét. Ez egy másfajta műfaj, minden korosztálynak szól. Tehát nincsen kizárólag, hogy most csak azok a fajta rockzenészek mennek, akik a régi idők zenét hallgatták, mert azért vannak különbségek a stílusokban, tehát a mai világban másfajta stílusú rockzene van, de a kimondott hagyományos alapok, ahonnan indultak a gyökerek, azok vannak megszólalni ezekben a klubokban. Időben hol húzták meg a határt? Tehát gondolom az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as, esetleg 90-es évek rockzenéit játsszák majd. Ki az utolsó, akit még úgy gondolja, hogy majd bevesznek a repertoárba? Ha belegondolok, én azért a magyar zenekarokról is beszélek, tehát nem csak külföldi zenekarokról van itt szó, tehát a 80-as évek közepéig visszamenőleg. Tehát én úgy gondolom, hogy a 80-as éveknek a közepe az a határvonal, ahonnan már én nem beszélnék igazán rockzenéről. Hát van rockzene, nyilvánvaló, de tehát azok a fajta alapok azok a 80-as évig mentek, de onnan is vannak nyilván arról zenekarok, ami csodálatos, meg fantasztikus zenéket alkotnak. Mi úgy gondoljuk, hogy a 80-as évekig játszó, hallható zenéket szeretnénk játszani ebbe a klubba. Nagyon sok bírálat ért minket, hogy megint a fiatalok kimaradnak, nem maradnak ki. Meghívunk olyan fiatal zenekarok, akik azokat a zenéket játszik, vagy olyan stílusú saját számuk van, akik ilyen hasonló zenéket játszanak, egy-két számra be tudnak mutatkozni. De nem szeretnénk hagyományos rockklubot csinálni, tehát nem ez a cél. Mi szeretnénk egy nosztalgia klubot létrehozni, ez a célunk is, ezt beszéltük meg a vezetőségi tagokkal, és ezt is beszéltünk meg azokkal az emberekkel, akik szeretnének csatlakozni a klubhoz. Szeretnék egy tagsági könyvet kiadni. Nagyon fontos ez a tagsági könyv, hogy ezen belül olyan rendezvények, ami esetleg fizetős rendezvények netán lennének máshol, tehát nem a klub az ingyenes. Tehát hozzá kell tennem, hogy szeretnék ingyenessé tenni ezt a klubot, de bármilyen rendezvényre be tudjanak esetleg menni. Várhatóan akkor a Bálint Ágnes Kulturális Központban lenne majd a klub székhelye, a tervek szerint. Hogyan lehet csatlakozni a klubhoz? Most nem volt meghirdetve, tehát elvileg idézőjelben csak a közösség oldalakon hirdettük meg, de így is számos ember eljött, és nagyon örvendetes volt, hogy olyan emberek jöttek be, akik annak idején 60-as, 70-es években, amikor mi muzsikáltuk itt Vecsésen, ott voltak. Hát mondhatnám azt, hogy itt volt a Fogarasi Garas. A Vecséséért nagyon jól ismerik őt. Ő sem mai fiatal csirke, vagy fiú, mondhatnám így, de ott volt a hippi is, aki annak idején itt Vecsésen kezdte a pályafutását, és az egész világot bejárta, és neves zenekaroknak a technikusaként járja még ma is a világot. Tehát nagyon sokan régi ismerős eljött erre az alakuló ülésünkre. Én köszönöm nekik, hogy megtiszteltek minket, mi nagyon örültünk, hogy eljöttek, és a továbbiakban nyilvánvaló tájékoztatni fogjuk magát a lakosságot, meg azokat, akik érdeklődnek a klub iránt majd. Terveink szerint legközelebb, jövő hónap utolsó péntekén szeretnénk egy olyan klubnapot rendezni, ahol két zenekar fog már megszólalni. Úgy néz ki, lesz egy vendég is, egy meglepetés vendég, aki elején majd fog beszélni egy-két régi sztorikról, élményekről a rockvilágból. Immáron negyedik alkalommal rendezték meg Vecsésen az élő rózsafüzérmenetet. Az imádságok vasárnap a város lakóiért és Vecsésért szóltak. Az ima szándék az, hogy a városért imádkozzunk. Egy kicsit az országos, illetve hát elsősorban talán a budapesti mintára gondoltuk mi ezt ki annak idején, és valóban a városért, a város lakóiért, a vezetőiért imádkoztunk, mondhatni egy zarándoklattal ezen a napon. Hogyan zajlott a menet? Az irgalmas Jézus plébániának a hívei azok 2:30-kor találkoztak itt a templom előtt, és hát egy rövid kis technikai megbeszélés után egy közös keresztvetéssel indultunk erre az útra. Gyakorlatilag a rózsafüzér egyes titkainak az imádkozása, illetve a több rózsafüzér egymás utáni mondása, közte énekek, csend, egy kis szentírási idézet. Ezek váltogatták egymást, és ezek után értünk vissza ide a templomhoz, egy viszonylagosan nagy kör, azt hiszem körülbelül 6 kilométert zarándokoltunk.
Mi volt az útvonal, illetve a település másik oldaláról is elindult egy menet? Akkor azzal kezdeném, tehát a Óváros plébániával karöltve szerveztük ezt a programot, mint minden évben. Ők az önkormányzattól indultak, egy kicsit később 4 órakor. Úgy tudom, hogy ők egy picit rövidebb útvonalon érkeztek ide a templomhoz. Mi egy viszonylag nagy kört tettünk, innen a templomból elmentünk egészen a lakóparkig, aztán a Budai Nagyantal út mellett elmentünk a Halmi térre, ott a kápolnánál volt egy kis szentségimádás, egy kicsit felfrissültünk, mindenki feltöltötte a kulacsát, mert azért ez eléggé megerültető volt sokaknak, és utána egy viszonylag egyenes útvonalon jöttünk ide a templomhoz. Amikor találkozott a két csoport, akkor utána mi zajlott itt a templomban? Ez körülbelül 17:30 volt, 17:30-ra hirdettünk szentmisét, és hát 17:30-tól 17:30-ig egy kis közös imádság volt, Misi atya gyóntatott, és utána 17:30-tól pedig egy ünnepélyes szentmise volt, amit szintén a városért ajánlottunk fel. Mit jelent az pontosan, hogy a városért ajánlják fel? Ilyenkor mit kívánnak úgymond a városnak, a város lakóinak? Én úgy gondolom, hogy nem kívánunk, hanem inkább kérünk. Tehát a Jóistennek a kegyelmét kérjük, azért, hogy a városnak a lakói, azok, hát nyilván akik közelebb kerültek a Jóistenhez, ők megmaradjanak, akik pedig egy kicsit távolabb vannak, ők valamilyen módon tudjanak közelebb lépni. Ez igazából az Istennek a kegyelme, tehát a különböző kis apró jeleken keresztül néha jó felfedezni az ő jelenlétét, és hogyha ezeket az emberek föl tudják fedezni, akkor az imádságunk nem volt hiába való. Gyakorlatilag ezért kértük a szűzanyának a közbenjárását, hogy egy ilyen kegyelmet kaphasson mindenki a városban. Mennyire sikerült megszólítani a híveket, hogy csatlakoznak ehhez a menethez? Ez jó kérdés. Igazából körülbelül a mi plébániánkon egy ilyen 100-150 aktív hívő van. Ebből, ha jól számoltam, olyan 30-an, körülbelül 40-en vettünk részt ezen a zarándoklaton. Nyilván ez attól is függött, hogy talán egy kicsit az időjárástól féltek többen, annak ellenére nagyon szép időnk volt, a másik pedig a hosszúsága volt, ezt ugye többen azért nem merik bevállalni, de volt, aki a félúttól, a kápolnától csatlakozott hozzánk. Én úgy érzem, hogy egy elég aktív részvétel volt az imádságban mindenféleképpen, és úgy érzem, hogy a hatása az, hogy ott jelen lenni ebben az zarándoklatban, meg hát aztán majd, amit meglátunk, eleve már a közös szentmise is egy ilyen hatásnak mondható, ez majd nyilvánvaló lesz mindenki számára. Közeledik Minden Szentek ünnepe, halottak napja. A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élő és az elhunyt hívek titokzatos közösséget alkotnak. Az ökumenikus szentmise november 1-én 16 órakor lesz a Vecsési temetőben. Minden Szentek ünnepén az egyház elénk állítja, itt most az ünnep szentírási szakaszaira gondolok, az olvasmányban a mennyei Jeruzsálemet, láttam a Szentvárost, Jeruzsálemet alászállni. Ez a kép azt a megdicsőült állapotot állítja elénk, amikor a megdicsőült szentek közösségét láthatjuk. Ebben két üzenet van, hogy az ember akkor érzi magát jól, ha közösségben van, mégpedig szeretett közösségben. A megdicsőült szentek közössége, a mennyei Jeruzsálem képe pontosan az embernek ezt a legősibb vágyának a teljesülését állítja elénk, hogy a jövő az nem egy reménytelen, hanem reménnyel teljes Istenben lévő jövőnk van. Ez a Minden Szentek ünnepe. A másik pedig az evangéliumi szakasz, amit kiemelnék, a 8 boldogság. 8 boldogság az evangéliumban úgy hangzik el, a mai ember számára talán idegen az, hogy ha sír valaki, ha szenved, mégis boldog. A 8 boldogságot nem követelményetikának kell tekinteni, hanem következménye valaminek, hogy ha megtaláltam Istent az életemben, az ő szeretetével találkoztam, és ez átjárja az életemet, akkor is boldog tudok lenni, ha sírok, ha szenvedek, stb. Tehát a Minden Szentek ünnepe elénk állítja a megdicsőült Jeruzsálemet, a mennyek teljes valóságát, és különösen azokra a szentekre gondolunk, akiket az esztendő folyamán nem említünk.
a szentek kalendáriuma nem említ, hanem az összes többi. Ez a Minden Szentek ünnepe. Ezen a napon délután 4 órakor a temetőben szokásos módon ökumenikus imádságban emlékezünk, és ekkor már imádkozunk, és már a másnapra is gondolunk a halottak napjára. Ez a 10. század óta erősödött meg ez a szokás, hogy imádkozunk a elhunyt szeretteinkért. Halottak napján azokért a előző nap ünnepeltük a megdicsült szenteket, halottak napján pedig az elhunyt szeretteinkre, családtagjainkra, rokonainkra, jó barátainkra, tanítóinkra, nevelőinkre gondolunk, és imádkozunk értük. És gyertyát is gyújtunk, akár a temetőben, akár otthon, hogyha esetleg nem tudunk elmenni a temetőbe hozzájuk. Igen, a égő gyertya lángja a feltámadt Krisztus világosságát szimbolizálja és hirdeti, és egy gyertya is világosságot tud adni. Tehát a gyertya, amikor meggyújtjuk a gyertyáinkat a szeretteink sírjánál, vagy a mindenki keresztjénél, pontosan ezt a hitünket valljuk meg, hogy az ő életük nem a semmibe hullott, nem egy megsemmisülés az emberi élet vége, hanem sokkal inkább beteljesülés, hazatalálás. A gyertyának a fénye hirdeti Krisztus örök világosságát, és azt, hogy mégis ünneplő szívvel tudunk kijönni a temetőbe, azt a reményt erősíti meg bennünk, hogy akik miatt eljövünk és akikre emlékezünk, élnek, és hitünk szerint közben járnak értünk. Mi is imádkozhatunk értük, hogy mielőbb eljussanak a teljes boldogságra, és az üdvözült lelkek pedig közben járnak értünk, akik itt vagyunk a földi életben még. Tehát így függ össze ez a két ünnep, Minden Szentek ünnepe és Halottak napja. Mégis, hogyha valaki elveszíti a szerettét és gyászol, akkor nem feltétlenül arra gondol, hogy ő már boldog és jó helyen van és majd találkozunk, hanem arra, hogy milyen erős ez a fájdalom, a hiánya. Hogyan lehet ezen túllendülni, hogy mégis az ember nagyon leegyszerűsítve, de a gyászban is megtalálja azt a reményteljes boldogságot, ami átsegítheti őt ezen a nehézségen. Természetesen, ha szeretünk valakit, és nincs itt mellettünk fizikálisan, érezzük a hiányát. De azt is érezzük, most amíg a föld életben itt vannak velünk, akkor is érezzük a szeretetüket, amikor nem láthatjuk. Tehát egy kisgyereknél az elszakadás nagyon folyamatára gondolok, hogy amikor óvodába viszik, mennyire toporzékol, hogy elválasztják őt az édesanyjától, de utána a lelki fejlődés elvezet oda, hogy akkor is tudom, hogy szeret az édesanyám, ha nem látom. Hát ugyanezt fogalmazzuk meg teológiai értelemben, és mindennek az alapja Jézus Krisztus megváltó kereszt áldozata. Isten egyszülött fia, akit az Atya azért küldött a világba, hogy üdvözítse és megmentse azt, ami elveszett. Tehát Isten az embert a boldogságra teremtette, és a Szent Fiát azért küldte el, hogy ez az üdvösségterv megvalósuljon. És a harmadnapra legyőzte a halált, resurrexit tertia die, azt az üzenetet hordozza, hogy minden nehézség ellenére, minden fájdalom ellenére Isten fia minden fájdalmunkat magára vette és legyőzte. Szent Ágoston mondja, Jézus a kereszten önmagában ölte meg a halált. Tehát amikor a halál eseményével találkozunk, úgyhogy elveszítünk valakit, szüleinket, testvéreinket, egy jó barátot, ezt a hiányt és ezt a fájdalmat is Krisztus magára vette, megváltotta. És ha hiszünk ennek a valóságában, akkor ezt a fájdalmunkat mi is szeretetté tudjuk alakítani. Ez egy isteni alkímia, ami úgy működik, és akkor működik, ha hitben meg tudom tenni ezt a lépést, hogy a fájdalomban és a megváltó kereszt áldozatában felfedezem Isten nagy szeretetét. Minden Szentek ünnepén országszerte hosszabb ideig lesznek nyitva a temetők. A Vecsési temető ügyfélfogadást is tart a hétvégén. Minden Szentek napján, mint eddig mindig, meghosszabbított nyitvatartási rendszerint leszünk, ami annyit jelent, hogy reggel 8-kor nyitjuk a kapukat, és este 22 órakor zárjuk minden kaput, tehát 22 órakor zárunk be. A hét többi napjaim egészen másképp lesznek nyitva, pontosabban ezen a hosszú hétvégén, a szombaton, a hátsó nagykapu,
a megszokott nyitvatartási rend szerint, tehát bárki bemehet munkavégzés, illetve sírgondozás céljából, tehát a hátsó nagykapuk szombaton mindenki számára nyitva lesz. Vasárnap és hétfőn szintén nyitva lesz a hátsó nagykapu, de csak a mozgáskorlátozottak részére lesz nyitva, tehát csak ők hajthatnak be. Minden szentek napján, kedden, 8-tól 22 óráig leszünk nyitva, de akkor viszont a főbejárati nagykapu lesz nyitva, és itt szintén csak a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők hajthatnak be. Halottak napján másodikán a megszokott nyitvatartási rendszerint nyitva lesz a hátsó nagykapu, tehát a főbejárat már zárva lesz. Mindig minden esetben felhívjuk a figyelmet mindenkinek, ne tegyék közel a gyertyát ezekhez a száraz kis koszorúkhoz. Előfordul többször már, hogy meggyulladtak, de még komoly problémát soha nem okoztak. És annyit kérünk mindenkitől, hogy mielőtt elmennek, figyeljenek oda, és igazítsák meg a gyertyáikat, tehát nehogy véletlenül is tűz legyen. A temető nyitvatartását gondolom, hogy kifüggesztik majd. Minden kapura a temető nyitvatartási rendje ki lesz függesztve. Egy lesz kifüggesztve a Mátyás utcán, ez egy új kiskapu. Egy a Vásártér utcán kiskapunál lesz kifüggesztve, és az Ecseri úton viszont három helyen is van kapunk, tehát mind a három hely, minden kapunál ki lesz függesztve ez az új ünnepekre szóló nyitvatartási rend. Névjegy című rovatunkban egy olyan hölgyet mutatunk be, aki polgári búcsúztatóként vesz részt gyászszertartásokon. Gólyér Zsuzsát ismerhetik meg. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési Magazint látják. Névjegy című rovatunk ezúttal rendhagyó lesz, hiszen itt állunk a temetőben, a ravatalozónál. Beszélgető partnerem pedig Gólyér Zsuzsanna, aki polgári búcsúztatókat szokott mondani gyászszertartásokon. Üdvözlöm. Én is üdvözlöm, Krisztina. Meghitt a helyszín, de ez az Ön munkahelye, hogy így mondjam, nem csak a Vecsési temető, hanem a környező településeké is. Mi konkrétan az Ön választott feladata? Nagyon köszönöm a kérdést, és elsősorban azt, hogy nem munkát mondott, hanem feladatot, mert a polgári búcsúztatás valóban az nem megélhetési forrás, elsősorban nem munka, még csak nem is hivatás, hanem egy életfeladat. Konkrétan annyiban tér el a hagyományos és megszokott egyházi szertartásoktól, hogy egy igény hívta létre életre, amely abból táplálkozott, hogy minél személyesebb és személyre szabottabb legyen a végső búcsúzás. Tehát, hogy a végtisztesség tisztesség legyen, sok ember számára ez összekapcsolódik azzal, hogy több mindent megtudjunk az elhunytról, az ő hozzátartozójukról. Az egy bevett szokás, főleg ugye, hogyha vallásos volt, vagy a család, vagy a maga az elhunyt, hogy egy lelkész, egy lelkipásztor mondja ezt a beszédet, és ő is von bele természetszerűleg személyes momentumokat. Az Ön feladata miben más, akár a felkészülés, akár a szövegezés terén? Abban, hogy nem köt és nem szabályoz az egyházi liturgia, nincsenek kötelmek. Természetesen vannak kötelmek, amelyeket a család, a gyászoló család állít fel, és én azokhoz igyekszem alkalmazkodni. Itt teljes egészében az elhunytról van szó, és azokról a dolgokról, amelyeket a családja vele kapcsolatban hallani szeretne, az utolsó szó vagyok közöttük és a hozzátartozójuk között. Hány éve ez az Ön feladata? Több mint 20 éve. Ezzel foglalkozom. Fiatal lány lehetett, amikor elkezdte. Milyen indítatásból lesz valaki ilyen szomorú feladat hordozója? Én azt gondolom, hogy mindig, ha az ember a helyén van az életben, akkor a feladat választ bennünket, és nem feltétlenül mi választjuk a feladatot. Kellett hozzá egyfajta képesség talán, csak nem szeretnék szerénytelennek látszani, tehát az, hogy ne féljünk emberek előtt megszólalni, ne féljünk egy ilyen különleges és speciális élethelyzetben velük kapcsolatot teremteni, mert ez egy nagyon nehéz dolog. És az motivált, az vezérelt mindvégig, hogy az ő elképzeléseiknek megfelelően tudjanak elbúcsúzni a hozzátartozójuktól. Tehát én ezt tartottam egy nagyon fontos szempontnak, és ennek rendeltem alá a feladataim végzését, az életemet. De mégiscsak egy fiatal 20 éves lány volt, aki lehetett volna akár lakberendező, fodrász, kozmetikus, külkereskedő, bármi, még sorolhatnánk az úgymond divatos szakmákat. Az, hogy valaki polgári búcsúztató legyen, az nem gondolom, hogy gyerekkori álom. Tehát volt esetleg valamilyen olyan élménye, ami ezt az egészet elindította?
Nem konkrét élmény volt az, ami ide vezetett. Mindig is vonzott az irodalom, mindig is foglalkoztam ezzel. Tehát ahhoz, hogy valaki a polgári búcsúztatással foglalkozzon, kell egyfajta folyamatos önképzés, amihez hozzátartozik, hogy nem elég 3 könyvet elolvasni, amiből az utolsó a Kincskereső kiskönyvben volt 5. osztályban, hanem ez egy állandó irodalom felé fordulást jelent. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy maga a búcsúbeszéd idézetek láncolata, és nincsenek benne önálló gondolatok, vagy bármi hasonló, de bizony fontos és számít, hogy valakinek milyen a szókincse, hogy hogyan fogalmaz, hogy hogyan tudja mondatokká formálni azokat az érzéseket, amit egy gyászoló hozzátartozó ebben a speciális helyzetben esetleg nem tud, vagy nem szeretne megtenni. Tehát mindig közel voltam ehhez, esküvőkön szavaltam, és annak idején az irodalom tanárom mutatott rá először arra, hogy talán ezzel kellene foglalkoznom, akkor még komolyan sem vettem. De aztán mindig erre felé terelt az élet. És aztán meg kell értenünk azt, hogyha ott a feladatunk, ahová szólítanak bennünket. Én azt gondolom, hogy a helyemen vagyok. Ez a lényeg. Nyilván mondjuk az esküvőkön való versmondás az egy vidámabb történet lehetett. Hogyan emlékszik vissza az első polgári búcsúztatójára? Hogyan zajlott maga a felkérés? Nyilván ez az első élmény, ez örökre nyomot hagyott, és hát meghatározta azt, hogy ez már ugye 20 éve tart. Igen, azt tudom mondani, hogy nem csak az elsőre emlékszem, hanem ha nagyon mélyre nyúlok valahová az agyam hátsó kis részeibe, akkor szerintem mindegyikre. Az első azért volt meghatározó, mert ott próbáltam meg magamat. Tehát ott szembesültem azzal, hogy mi mindent jelent ez egy gyászoló család számára. Egy idős bácsit kellett utolsó útjára kísérnem, és akkor szembesültem azzal is, hogy bárhány éves az, aki hozzánk tartozott, ha 90 elmúlt, akkor is ugyanolyan fontos nekünk, mert akit szeret az ember, annak az életéből 100 év is kevés. Tényleg meghatározó élmény volt, és soha nem fogom elfelejteni, ahogyan a családját sem. Talán nagyon morbid ez a kérdés, de fel kell tennem ön azokat az embereket, akikről beszél, akiket bemutat, akitől a család nevében elbúcsúzik, halála után ismeri meg őket, ugye a család szemüvege és szíve révén. Hogyan zajlik maga ez a felkészülés? Tehát kap ön egy megbízást, és akkor nyilván egy gyászoló családdal önnek beszélnie kell, beszéltetnie kell őket, és valahol egy kicsit irányítani is. Igazán arra törekszem, hogy az ő otthonukban az ő számukra kedvező körülmények között keressen fel őket, vagy egy általuk választott helyszínen. Természetesen ezt nem mindenki szeretné, akkor nyilvánvalóan van arra lehetőség, és volt is mindig, hogy akár telefonon, akár bármilyen más módon egyeztessünk, de talán a legjobb és a legmegfelelőbb módja ennek azt, hogyha mi személyesen leülünk, és mindent megbeszélünk, ami az elhunytal kapcsolatos, amit ők szeretnének. Nagyon jól fogalmazott, hogy a család szemüvegén keresztül ismerem meg őt. Egyszer fel is tették azt a kérdést nekem, hogy ha én konkrétan tudom, hogy az elhunyt viselt dolgai esetleg nem túl szép dolgok, akkor én mit teszek? És én természetesen azt teszem, amit a családja kér és mond. Tehát abszolút az igényeikhez igyekszem alkalmazkodni. Természetesen kell terelni, kell irányítani, és kell tudni kérdezni ahhoz, hogy ez hatékony és tényleg egy megfelelő dolog legyen, hogy aki eljön arra az adott temetésre vagy búcsúztatásra, az úgy érezze, ha nem is ismerte az elhunytat, hogy kicsit jobban megismerhette őt, és én is, magam is erre törekszem. Adódott-e olyan szituáció, amikor valamilyen oknál fogva mégis nemet mondott, vagy nemet kellett, hogy mondjon? Nem. Megfogadtam, amikor elkezdtem, hogy senkit sem fogok elutasítani. Akkor sem, hogyha nekem az bármilyen személyes élethelyzetem, vagy bármi miatt kellemetlen, vagy kényelmetlen, vagy nehéz, én nem mondtam nemet senkinek. Miből lehet motivációt szerezni, inspirációt szerezni, illetve lelki erőt, mert ugye az ember úgy szereti a munkáját végezni, a hivatását vagy a feladatát, ahogy ön fogalmaz, hogyha van benne valahol egy folyamatos feltöltődés vagy sikerélmény. De hát az ön esetében milyen esetben beszélhetünk sikerélményről, feltöltődésről, hiszen a gyász állapotában általában az érintettek, és mondhatni azt, hogy az esetek 100%-ában nem éppen olyan lelki állapotban vannak, amiből ön esetleg erőt meríthet. Nagyon nehéz.
töltődni és erőt meríteni, de amikor úgy érzem, hogy nagyon nehéz, akkor arra szoktam gondolni, hogy nem nekem a legnehezebb abban az adott helyzetben. Tehát szem előtt tartom, hogy nekik milyen érzés ez az egész. És végtelenül megtisztelő és egy megható dolog az, hogy valaki egy ilyen súlyú feladatot rám bíz. Tehát ez egy abszolút megismételhetetlen, visszahozhatatlan alkalom, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy én arra méltó vagyok, hogy ebben tudjak segíteni, akkor mindent megteszek, hogy a bizalmára rászolgáljak. Ez felemeli az embert. Tehát nem a nehézségét érzi, hanem a szépségét. És igen, nyilvánvalóan nem úgy van sikerélmény benne, ahogyan egy színpadi előadás végén tapsolnak, vagy bármi hasonló, de rengetegszer megköszönik nekem azt, hogy méltó volt az elhunyt emlékéhez maga a szertartás, a búcsúztatás, és ez nekem egy fantasztikusan nagy dolog. Én azt érzem, hogy minden nap kiteljesítem az életemet, azt csinálom, amit szeretek, és ezzel ráadásul segíteni tudok másoknak. Rendkívül önfeláldozó lehet legalábbis az alapján, amit így elmond, hiszen az emberek általában nem szeretnek temetésre menni, pláne nem választanak olyan hivatást civilként, tehát nem egyházi végzettsége van, ami ehhez kötődik. Mégis minden nap, vagy legalábbis a hét nagy részén öntemetőben van, és szomorú embereket lát. Most többféleképpen megfogalmazhatnám a kérdést, de miért csinálja? Mert szeretem az embereket, és akkor is, ha néha nem értem őket, akkor is szeretem őket, és mert azt gondolom, hogy az, hogy kinek a keze között születünk a világra, és ki kísér az utolsó utunkon, ez nagyon fontos dolog. És aki elment, ő már nem tudja elmondani, hogy más szeretne, hogy szeretné, és az én feladatom az, hogy a szeretteivel karöltve együtt kitaláljam, hogy ő vajon hogy gondolta, mint gondolta, amikor ez sikerül, és érezni szoktam, hogy sikerül, akkor az egy fantasztikus dolog. Nem vagyok egyébként önfeláldozó, tehát nem vagyok sem mártír típus, sem egy egyszerű ember vagyok, minden gyarlóságommal együtt is, viszont azt gondolom, hogy nem is, ezt nem érzi egy idő után az ember áldozatnak, vagy önfeláldozásnak, hanem ilyen megtiszteltetésnek. Nagyon nehéz lehet a hozzátartozóknak is egyetlen egy beszédbe belesűríteni egy ember életét, a jó cselekedeteit, az esetleges hibáit, de azt, hogy ő tanult belőlük. Továbbítani információkat. Általában hány perc áll rendelkezésre egy ilyen beszéd elmondásához, és milyen információkra van szüksége? Abszolút képlékeny dolog. Tehát meghatározza a helyszín, meghatározza az adott temető, hiszen a budapesti temetőkben sokkal kevesebb idő áll rendelkezésre, mint vidéken, ahol egészen rugalmasan kezelik ezeket az elképzeléseket a család részéről. Nagyon nehéz, sőt, szinte lehetetlen, mert ha belegondolunk, egy ember életét órákban sem lehetne visszaadni, könyvet lehetne írni mindenkiről, mert minden sors egy regény. De mindig jelzem azt a családok felé, hogy nem egy adathalmazt kérünk. Tehát nem arra van szükség, hogy egy önéletrajzot írjunk meg, és nem arra, hogy egy állásinterjúra készüljünk föl. Nem annyira a tólig időtartamok és évszámok számítanak, hanem az ember maga. És aztán ebben mindenki azt tesz bele, és azt szeretne hallani, ami számára igazán fontos volt. Nagyon nehéz. Általában egy fél órás az az időtartam, amiben muszáj volna ezt összefoglalni, és ezt a fél órát nem véletlen mondom, hanem mert a tapasztalataim alapján az ember szíve úgy védekezik egy idő után, hogy becsuk a füle. Tehát ennél messzebbre nyúló időtartamban én bármit mondok, szinte felfoghatatlan és megérthetetlen, meghallhatatlan, mert már nem bírják érzelmileg tovább. És ön hogy bírja érzelmileg? Hiszen nyilván empátiával át kell élni azt, amit elmondanak a hozzátartozók, amikor ezt a beszédet elmondja, akkor az ön hangulatának is bele kell, hogy illeszkedjen abba az adott szomorú közegbe, de ugyanakkor önnek is védenie kell a saját szívét, illetve azt is, hogy az éjszakái úgy teljenek, hogy a saját maga életével tudjon foglalkozni, a saját maga álmait tudja álmodni. Nem mondom azt, hogy könnyű. De valóban így van, tehát az embernek töltekeznie kell, kit a természet tölt fel, kit a zenehallgatás, az irodalom, a kulturális élmények, engem minden zanzásítva körülbelül, tehát mindig érzem azt, hogy kicsit több időt kellene erre a részére fordítani, de erre jelenleg nincs annyi lehetőségem, hogy önmagamra kiszakítsak több időt, vagy nincs rá módom.
Persze próbálkozom folyamatosan, nincsenek nyugtalan éjszakáim. Tehát, mint mondtam, én azt csinálom, amit szeretek, amiért élek. Meg sem fordult a fejembe, hogy mással foglalkozzam, és mivel minden egyes temetésen vagy búcsúztatáson, minden szertartáson saját magamat teljesítem ki, abszolút úgy érzem, hogy ez így van jól. Családja mit szól mindenhez? Támogatnak engem mindenben, köszönöm a kérdést, mindenben támogatnak, és én hálás is vagyok ezért nagyon, mert nyilván nem könnyű velem együtt élni, és az én foglalkozásomat tolerálni, és akiket még szeretnék kiemelni, azok feltétlenül a munkatársaim. Tehát ez mindig egyfajta csapatmunka, bár ugyanúgy, ahogyan egy együttesben az énekes van a középpontban, és a reflektor rá irányul, ugyanúgy itt rám irányul adott szertartáson, de azért rengetegen vannak, akik ott vannak, és ebben engem segítenek. Tehát itt abszolút a vállalkozók, a temetőben dolgozó a munkatársak, a kolléganők az irodákon, a gondnokok, sorolhatnám hosszan, és én nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm nekik. Arról már beszéltünk, hogy hogyan zajlott az első búcsúztatás, és hogy mennyire lehet az embernek közelengedni a szívéhez azokat, akiktől búcsúzik. De úgy tudom, hogy az elmúlt időben a lehető legnagyobb érintettsége volt. Igen, így van, mert egy hosszú, súlyos betegség után elveszítettem az édesanyámat. Édesapám már több mint 20 éve nem él, nincs közöttünk, és egy hónapja temettük el, kísértük utolsó útjára őt. Ő mondta a beszédet? Igen, az ő kérése volt, és én ezt tiszteletben tartottam, de nem is tudtam volna elképzelni, hogy más köszönjön el tőle. Csoda, hogy meg tudott szólalni szerintem. Az amerikai filmekben látni leginkább, hogy hozzátartozók mondják a szöveget, és ez a magyarok számára, akik általában a közszereplést nem igazán szívesen vállalják, talán egy kicsit furcsa, de külföldön ez bevett szokás. Szerintem nem azért, mert a közszereplést nem szívesen vállalják, nyilván ez is hozzátartozik, de szerintem a mi kultúrkörünkben nem alakult ki ez. Tehát ha az amerikai filmeken vagy könyvekben erről olvasunk, vagy látunk, vagy esetleg személyesen megtapasztaljuk, akkor látjuk azt, hogy ott egy búcsúztatás hangulata is más. Tehát nem azt mondom, hogy kacagva, dalolva és boldogan, de ott talán másabb elképzelések vannak, és másabb stílus. Ott könnyebb kiállni, elmondani, itt sokkal nehezebb a hozzátartozóknak. Nekem nagyon nehéz volt, de ennek így kellett lennie is. És én ehhez alkalmazkodtam, és tiszteletben tartottam, hogy ő mit szeretett volna. Volt olyan megbízatása, amikor a magyar hagyományoktól eltérően, ugye amikor a temetés az egyenlő a szomorúsággal, gyásszal, és inkább az ázsiai kultúrákban van az, hogy jövőben mutatóan állnak a témához, tehát a találkozunk egy másik életben, hozzáállással találkozott? Igen, egyre több ilyen megbízás van, egyre többen gondolják azt, hogy ennek nem feltétlenül kell kizárólag a könnyekről szólnia. Én magam ezt támogatom egyébként, tehát azt gondolom, hogy mindenki hitének adjunk teret, minden lehetőségnek, ami a vigasztalásban egy kis segítséget adhat a családoknak, és voltak már ennek külsődleges megnyilvánulásai is, tehát volt olyan, hogy az elhunyt tisztában volt azzal, hogy hamarosan végleg elengedi a kezünket, mert nem tudja tovább fogni. És azt kérte a hozzátartozóitól, hogy ne menjenek feketébe, de senki ne menjen fekete ruhába a temetésére, hanem fehérben legyenek. Hát Japánban mondjuk ez a nemzeti gyászszín. És abszolút alkalmazkodott mindenki ehhez. Egy fiatal lányról volt szó, 35 éves volt, és tele volt a temető fehér ruhás emberekkel, nagyon szívszorító volt, annak ellenére, hogy nem a hagyományos, megszokott fekete színek, és természetesen találkoztam olyan igénnyel, hogy szilveszter napján kell elköszönnünk tőle, az ő kérésére volt, aki önmaga összeállította a zenei anyagot a saját temetésére, hihetetlen lelki erő volt szükséges ehhez, de meg tudta tenni. És itt sem nyilvánvalóan nem arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a fekete, a gyász, a komorság, hanem hogy ő így szerette volna, és ha valakinek az élete a miénk, akkor halála után, ha lehetséges, történjen úgy, ahogy ő szerette volna. Ön leginkább az elmúlással találkozik a munkája folyamán, de mint üzen nekünk, még élőknek, hogy hogyan álljunk a halál kérdéséhez, ehhez a témához. Nyilván ennek számos aspektusa van, neveltetés, vallás, szokás, hagyomány, nemzetiség, stb.
de mégis tudna esetleg egy olyan arcpoetikát mondani, amivel összefoglalja azt, hogy miről szól az élet, és miről majdan a halál. Aki bármilyen szempontból is közel van a halálhoz, az nagyon jól tudja azt, hogy mit jelent az élet. Tehát, ahogy a Szókratész annak idején ezt kifejtette, az élet értékét a végessége adja az, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Ezzel nyilván lehet vitatkozni, vannak hitnézetek, amelyek teljesen más gondolnak, de én úgy gondolom, hogy ha az elmúlást, a halált az ember megpróbálja természetesnek tekinteni, ha megpróbál tudomásul venni valamit, ami elfogadhatatlan, ha megpróbál megbékélni vele, és tudomásul veszi, hogy egyszer ő is szembe találkozik majd ezzel a ténnyel, és hogy szeretteit is elveszíti, akkor talán jobban fogja értékelni az életét, és minden egyes napját más tartalommal tölti meg. Köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm a lehetőséget. Újabb érmeket szereztek a vecsési ökölvívók, miközben már a következő versenyre készülnek. A boxteremben szinte soha sincs csend, hiszen ott zajlik a mindennapos testnevelés óra is. Éppen a gimnazisták edzenek itt a vecsési boxteremben, rengeteg lány éppen öklözik, és ez nem feltétlenül belső indítatásból, hanem tornaórai kötelezettség, de úgy látom, hogy azért elég lelkesek. Mi ilyenkor a tapasztalat, hányan maradnak itt esetleg tovább sportolni? Igazából túl nagy létszám nem marad itt, ők, náluk ugye nem az a fő cél, hogy belőlük versenyzőket toborozzunk. Természetesen volt már rá példa, hogy valakinek megtetszett itt a testnevelés során ez a sportág, és eljött délután. Mert igazából mi annak is örülünk, hogy ugye most már harmadik éve megy ez a program, közösen a gimnáziummal, és egyre többen öltöznek át, és egyre kevesebb ilyen felmentést kapunk igazából. Úgyhogy ez szerintem azt mutatja, hogy ez egy jó irányvonal, és egy kis érdekesség, hogy egyrészt kiszakadnak az iskolából addig, másrészt nem mindig ugyanazokat a torna gyakorlatokat végzik testnevelés során, hanem egy kicsit változatos. Milyen az állóképességük? Mi az önök tapasztalata? Nagyon változó. Vannak olyan gyerekek, akik már eleve sportból jöttek valamilyen sportágú, illetve sportolnak a mai napig. Sajnos azért látszik a legtöbb gyereken, akár fiún, akár lányon, hogy nem igazán tudták megoldani ezt a mindennapos testnevelés órát minden igyekezet ellenére is az iskolákba. Tehát sokszor alapvető funkciókkal vannak problémák, vagy koordinációkkal a gyerekeknél. Viszont az akarás bennük van, tehát amit szoktak mondani, hogy ez az új generáció, ez inkább leül, nem csinál semmit. Ez úgy érzem, hogy annyira nem igaz, tehát meg kell találni azokat a mai kornak megfelelő csatornákat, amin meg lehet őket szólítani. És igenis éreznek benne kihívást, amit látszik itt mögöttem is a példa, hogy nagyon lelkesen ütik a zsákokat a lányok is. Vannak azonban olyan versenyzők is, olyan sportolók, akik bajnokságokon méretik meg magukat vecsést képviselve. Eddig milyen eredményeket hoztak az őszi bajnokságok? Hál' Istennek, nagyon jól indult a szeptemberünk. Ugyanállunk mindig ősztől indulnak egyrészt a magyar bajnokságok, másrészt nemzetközi tornákon is vettünk részt. Junior és ifjúsági női Európa-bajnokságot rendeztek Törökországban, Orduban, ahol a válogatott tagjaként két vecsési lány szerepelt. A juniorok között Ukrin Csenge 50 kg-ban 5. helyezést ért el, és ami nagy örömünk, ifi plusz 81 kg-ban Juhász Adrián, ő ezüstérmes lett. Úgy jutott ráadásul a döntőbe, hogy hazai versenyzőt, török versenyzőt kellett megvernie, és a döntőben az orosz ellenfél ellen is egy nagyon szoros mérkőzésen maradt alul. Úgyhogy a lányoknál eddig ez a legjobb eredményünk. Ugye még hátra van a felnőtt Európa-bajnokság, ahol várhatóan Szűcs Szabina mindenképp képviseli a vecsési színeket, illetve a női OB. De a fiúk sem maradtak el ettől, a fiúknál elindultak a magyar bajnokságok. Serdülő magyar bajnokságon 3 versenyzőt indítottunk, és tulajdonképpen szinte 100%-osan teljesítettünk, mert Lőci Roland és Horváth Tamás aranyérmet szerzett, Balogh Janó pedig egy nagyon jó mérkőzésen csak a döntőbe talált legyőzőre, úgyhogy 2 arany és 1 ezüstéremmel zártuk a serdülő magyar bajnokságot, ugye ez a 13-14 éves korosztály. Illetve túl vagyunk az ifjúsági magyar bajnokságon is, ők a 17-18 éves korosztály, itt Mátyás Krisztián bronzérmet szerzett, úgyhogy már 4 magyar bajnoki éremmel gazdagabbak vagyunk ebbe az évbe is. De gondolom, hogy a felkészülések tovább folytatódnak. Mi a soron következő bajnokság? Kisebb versenyek lesznek. Egyrészt most 16-án Jászberényben rendezünk egy
egy ilyen kis régiós pofonpartit, majd 22-én a Budapest bajnokság lesz lányok részére. Ez azért érdekes, mert Budapest bajnokságnak hívják, de országos. Sőt, úgy néz ki, hogy még külföldről is fognak jönni, ez egy nyílt bajnokság. Ez a főpróbája lesz a női magyar bajnokságnak. Mielőtt ez elkezdődik a női magyar bajnokság, ez november 2 és 5 között lesz Érden. Előtte október 26-án elutaznak a junior fiúk Gyöngyösre, itt a junior magyar bajnokságot rendezik. Úgyhogy szinte minden hétvégére maradva, vagy lesz valamilyen küzdelem, amin részt fogunk venni. Ősszel nagyon sokan kezdenek el sportolni. Ez olyan, mint az év eleje, ugye, amikor az újévi fogadalmakat igyekeznek betartani az emberek, de a diákok is általában ősszel új sportágat választanak. Tapasztaltak-e esetleg létszámbővülés, létszámnövekedést itt az ökölvívó teremben? Szerencsére igen, tapasztaltunk. Most hetente 15 edzést tartunk pont ez miatt. Minden nap fél 5-től 6-ig a kezdő edzés van, ahol most így szeptember végén, október elején elmondhat, hogy ismét tele van a kezdők csoportja, úgyhogy egyre többen jönnek. Van olyan, aki a nyári szünet után visszatért, és van, aki teljesen újként jelentkezett. Ez nagyrészt annak is köszönheti, hogy most újult erővel megint végigjártuk a vecsési iskolákat, az általános iskolákat, és itt toboroztunk. De szerencsére úgy gondolom, hogy már van olyan jó híre a szakosztálynak, hogy egymásnak is ajánlgatják a gyerekek, úgyhogy én bízok benne, hogy a jövő bajnokai most már itt vannak nálunk a kezdőcsoportban, és azt várják, hogy kiteljesedjen nekik ez a karrier. Köszönöm figyelmüket! Új adással egy hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk addig is. Viszontlátásra! Thank you.